Magyarországnak olyan miniszterelnökre van szüksége, aki akár konfliktusok árán is, de mindig a nemzeti érdekeket képviseli, nem pedig olyanra, aki azzal kampányol, hogy ő főnyeremény Brüsszel számára. Ezt a KDNP elnök helyettese, a kisebbi kormánypárt parlamenti államtitkára mondta Szekszárdon egy lakossági fórumon. Rétvári Bence szerint az április 3-ai országgyűlési választások igazi tétje az lesz, hogy Magyarország előre megye vagy visszalép a múltba. Ma már magasabb a minimálbér, mint akkor az átlagbér, hogy nem arra kerünk január 1-én, hogy mennyivel nő a rezsi, hanem arra, hogy 20%-kal nő az óvodai dolgozóknak a bére, vagy a bölcsődei dolgozóknak a bére, 10%-a az óvodai dolgozóknak és a pedagógusoknak a bére, 21%-a az ápolóknak a bére, 28,5%-a az orvosoknak a bére, 20%-kal a kulturális szférában dolgozók bére, hogy 6 havi fegyverpénzt kapnak a fegyveres testületeknél dolgozók. Ebbe az irányba szeretnénk tovább menni. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban megtartott teltházas fórumon Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a magyar embereknek április 3-án aközött kell választaniuk, hogy folytatódjon-e a családokat, a gyermekvállalást, a fiatalokat és az időseket támogató politika idehaza, vagy pedig ne. A családi adókedvezmény, ez egy nagyon nagy lehetőség a fiatal családok számára. Az, hogy a falusi csokkon keresztül újra életet vittünk a falusi kis településekbe, és az a jellemző mondjuk a választókerületemben is, hogy szinte minden településen vagy bővíteni kell a bölcsödét, vagy új bölcsödét kell létrehozni. Horváth István kiemelte azt is, hogy Magyarország tavalyi több mint 7%-os GDP növekedése Európában a legnagyobb volt.